Köszöntöm a Zsolca televízió nézőit. Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Ongai kábelhálózatán követhetik nyomon. A Közelkép című magazin műsorunkban hosszabb összefoglalót láthatnak a 12. Városnap program sorozatáról. Szó lesz így a kastélyban rendezett kiállítás megnyitóról, az országos kerékpár bajnokságról, amelynek idén Felső Zsolca adott otthont, de a hétvégi városnapok gasztronómiai, kulturális és sporteseményeit is összefoglaljuk. Ott voltunk a vasárnapi dalos találkozón, és összeállításunkban megszólalnak a határon túli magyar lakta testvértelepülésekről érkezett vendégek is. Ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Pataki János 1933-ban született Szegeden. Kondor Béla díjas festőművész 1958-tól szerepel kiállításokon, és első egyéni kiállítását 1965-ben rendezte. 1988-ban és 1997-ben a Miskolci Téli Tárlat díját kapta. Kispataki című életmű kiállítása alkalmából készült albuma 1998-ban jelent meg a Miskolci Galéria gondozásában. Tagja a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci területi csoportjának. Most pedig Felső Zsolcára hozta el kiállítását, hogy vele együtt alámerülhessünk a pokolba. Örömmel jelentem, hogy itt vagyok a pokolba és a mennyországba. Megfestettem a pokolcsárdának a külön termét közel 2 évvel ezelőtt. Ebből adódott az, hogy elől lettem állítva, hogy még ki is állítsak itten. És akkor a barátaim törbecsaltak, csapdát csináltak nekem, és elhoztam egy csomó olyan munkámat, amit úgy érzem, hogy ide való, ide illik, és eszembe jutott, hogy ezek az ördögök, vagy a krampuszok nem is olyan lények, akiktől félnünk kellene, és megpróbáltam egy olyan hangulatot teremteni, bebizonyítani, hogy ezek tényleg édes ördögök, krampuszok és angyali lények. A pokol legfőbb szabálya, hogy nincsenek szabályok, így a képkészítés sem egyféleképpen történik. A hivatalos művészettörténeti megnevezés az mindig azt jelöli, hogy az ilyen jellegű munkák vegyes technika, de hát ez a vegyes technika emögött az van, hogy a hagyományos olajtechnika. Az én esetemben elég össze van kavarva a kérdés. Bizonyos tekintetben szinte nehéz azonosítani, hogy hogyan jönnek ezek létre, mert nem tisztelem annyira a hagyományokat, hogy csak egyféleképpen dolgozzak, hanem a hangulatok, a tárgyak, vagy az események, vagy az élmények, azok diktálják azt, hogy hol így, hol úgy legyen. Tehát tulajdonképpen van egy teljesen hihetetlen nagy szabadság, aminek a következtében kilépek a hagyományos kérdésből, a hagyományos gondolkodásból, és bátran, szemtelenül mindent úgy érzem, hogy csinálhatok. A műveket pokolbeli kaotikusságuk mellett valamiféle titok lengi körül, mintha mindent megmutatva titkolnák el valódi énjüket. Merem remélni, hogy nincs eltúlozva ez a kérdés. Én megpróbálom úgy kezelni ezt az egészet, hogy olyan viszonylag szerényen, és nem is engedem, hogy akkora nagy titokzatosság lengje körül az én létemet, a munkáimat, de az biztos, hogy nagyon szeretem őket, nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok, és tisztelem azokat a barátaimat, és a legnagyobb tisztelettel gondolok azokra, akik engemet megsegítettek ezzel a Felső Zsolcai csodálatos itt léttel. Valaminek nevében akkor lehet beszélni, ha az illető dolognak egyáltalán neve van. A művészet nevében akkor lehet szólni, ha elfogadjuk, hogy valaminek az a neve, hogy művészet, különben óhatatlanul valami más nevében nyilatkozunk. A kiállítás képei Pataki János nevében nyilatkoztak. Ha figyelmesen valaki az én dolgaimmal megismerkedik, akkor
bizonyára azt érzi, hogy hát ezek olyan titokzatosak, meg kicsit érthetetlenek, meg kicsit zűrösek, kicsit nagyon zaklatottak. Lehet, hogy ennek nincs arszpoetikája, de mégis valami olyan, mint amit csak egyedül én tudok csinálni, és tulajdonképpen ez vagyok, Pataki János, kis Pataki. Erősen dobog a szívem, mert megköszöntem a polgármester úrnak is, és a barátaimnak is, akik létrehozták ezt a lehetőséget. Nem mindennapi élmény, nem mindennapi barátságokat tudtam kötni. Ez fölér egy igazi gyönyörű szerelemmel, ami itt velem történik. 12. alkalommal ünnepli Felső Zsolt a várossá válásának ünnepét. Ennek apropóján a kiállítás tulajdonképpen egyben a Városnapok megnyitója is volt. Néhány éve már a Városnapok rendezvénysorozatát képzőművészeti rendezvénnyel, általában kiállítás megnyitóval kezdjük. Hát így két évvel ezelőtt, amikor a 10. jubileumi Városnap volt, akkor Miskolci Galéria grafikai anyagából hozott ki egy összeállítást, Dobrik István akkor igazgató, és ő is ajánlotta ezt a közönség figyelmébe. Tavaly pedig Kozma István, nagybányai illetőségű festőművész kiállítása volt. A mai kiállítás, ami úgy gondolom, hogy hát műfajában elég eltér a korábbitól megszokottól, de első látásra is, meg hát ugye már ismerve őt korábbi munkáiból, illetve a Pokolcsárda külön termének a falán lévő Pataki alkotásokból, mégis kicsit meglepő volt, és ahogy fogalmaztam is a megnyitómban, hogy ilyen csodát csinál a valóságból, mert mindegyiknek van valami olyan valóság alapja, amit az emberi fantázia adott esetben az övé megteremtett, és hát a miénk pedig talán tovább gondol. Így néz ki egy kerékpárverseny box utcája. A Sport utca a Városnapok programsorozatában alakult át a magyar utánpótlás és felnőtt egyenkénti kerékpáros bajnokság színterévé. A versenyre az ország másik végéből is érkeztek. Somogy megyéből, Zákányból. Hát az nem itt van. Nem, az messze van, 400 kilométer. Úgyhogy messziről jöttünk, itt aludtunk. Volt szállásunk, úgyhogy jó körülmények voltak. Milyennek tűnik a pálya? Hát elég nehéz lesz, mert az elején lesz benne egy emelkedő, meg kanyargós lesz, de jó lesz. Hanyadik versenyed már az idén? Hát ez lesz a 7. És milyen eredményre számítasz most? Hú, hát középmezőnyben. Úgyhogy igyekszem teljesíteni minél jobban. A régióból, de így is messziről, Salgótarjánból érkezett Király Kinga. A 16 éves versenyző jó reményeket fűzött a versenyhez már a bemelegítéskor. Triatlonozunk is mellette, úgyhogy triatlon kerékpárágyban minden körülbelül olyan 10-12 körül. Mai nap az jó versenyzésre? Hát meleg van, de egyébként jó. És milyennek tűnik a pálya itt Felső Zsolcán? Jó, egyenes, az jó időfutamnak. Jó. Milyen eredményre számít? Hát, én reménykedek a dobogó felső fokában, de hát tavaly én voltam második, már egy idősebb csány várt meg, de már is az én korosztályomban van. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Úgy látom, elkél itt a segítség is. Igen, a napot fogjuk a gyermek elől. Mióta versenyez a gyerek egyébként? Hát egész kiskora óta, 6-7 éves kora óta kezdte a triatlont, kerékpár 3 éve. Azért ez egy életforma. Igen, igen. Úgyhogy szerintem már furcsa is lenne neki enélkül. Be van osztva az ideje. Nyáron versenyek, úgyhogy igen, erről szól az élete. Nem titok, Kingával még találkozhatunk a díjkiosztón is. A mezőny legidősebb versenyzője a hosszú élet titkát is megosztotta velünk. A Bórenitó partjáról a Sajó partjára jött most versenyezni. Igen, hát én mindig figyelem a Velohun, a versenykírásokat, a eseménynaptárt, és láttam, hogy ez van, mivel már
nyugdíjas vagyok, 66 éves, nem csinálok bele titkot. Minden versenyen, ahol lehet, részt veszek. Így tartom magam fitten, nem dohányzok, nem iszok semmi alkoholt. Sport. Ez a hosszú élettitka. És az egészsége. Úgymond egészséges étkezés, sok zöldséget, gyümölcsöt, húsnak inkább csak a levét eszem. Szóval nem vegetáriános teljesen, de amatőr szinten csinálom, mert profik egész más étkezési rendet tesznek meg. De hát én most már nyugdíj van, meg tudom engedni magamnak, hogy mindig, ahol van verseny, részt vegyek. Miért jó kerékpározni? Ez egy életforma. Én gyerekkorom óta, még annak idején elkezdtem egy cseh favoritgéppel, aztán kimentem Németországba, mert sváb vagyok, és azóta csak bicikli. Van 6 autóm, de többet teszek meg biciklivel egy év alatt, mint az autóval. Ez egy életforma és hozzáállás kérdése. Mínusz 20 fokba is biciklivel járok. Csak föl kell rendesen öltözködni. Azt mondják, hogy nincs rossz idő, csak rossz ruházat. Egy ilyen német közmondás, nem tudom, mondják-e Magyarországon, de hát ez van. 5, 4, 3, 2, 1, rajt! Gyerünk ám! Rajt! Szoros bajnokság, ez mindenhol jönnek, Szegszár, Pécs, Szolnok, például Budapest, mindenhol, ahol van kerékpár szakosztály vagy egyesület, sőt, meg van lelkes amatőröknek, ez minden táján érkeznek. Miért pont Felső Zsoltszára esett a választásuk? Hát úgy döntöttük, hogy itt most 3 napos ünnepség van, és akkor belélik a programba, felvettünk kapcsolata a polgármester Fejér Attila úrral, és Rabbo Lintet is, most itt van a Szoros bajnokság. Milyen a pálya egyébként? Jó minőség, hát új 37-es az új aszfalt van, azzal semmi baj nincs. Lapos, nagyjából az kell az egyenkénti időfutam versenyre. Lapos kéne, hogy legyen a pálya, ez elég jó. Régen azt mondták a magyarra, hogy lovas nemzet, ma mondhatjuk azt, hogy kerékpáros nemzet? Ez erre nem tudok megmondani, sajnos még messze vagyunk a kerékpáros nemzetet, de hát hátha, évre egyre jobb, egyre több ember ül a bicikli, egyre több család kimegy biciklivel biciklizni is. Remélem, hogy előbb-utóbb elérünk Olaszország, vagy Spanyolország, vagy Franciaország, ahol nagyon népszerű a kerékpársport kultúra. A Burgenlandban van annyi kerékpárút, mint egész Magyarországon. Most más világ. És más világ ez is, mármint a kerékpársport világa. Szakértő szemek szerint kevés olyan drótszamár volt ezen a versenyen, amelyiknek az ára ne haladta volna meg az 500-600 ezer forintot. Először az ember csak úgy kimegy egy versenyre, megnézi, utána esetleg kijön egy kicsi biciklizés, de egy folyamatosan egy ilyen, mint egy ilyen kis doping. Na most megyek egy kicsit, vagy még erősebb verseny, vagy még valami máshova, most akkor kimozdulok a városból, kimegyek a másik megyébe, vagy itt másik régióban valami van verseny, akkor kimegyek oda, barátok oda visznek, elvisznek, és akkor így egy ember bekerülik ebbe a körforgalomba, ami már utána nehéz kiszállni, mert a bicikli ez, most másik újabb alkatrész, akkor ez veszek, akkor sporolok, akkor kerék kicserélek, és akkor így egyre itt sok amatőr olyan profi biciklivel megy, hogy nem semmi. Azt mondják, hogy itt némelyik kerékpár drágább, mint az autó, amivel hozták. Hát annyira nem, de ilyen más, van olyan biciklim, ilyen másfél millió átlagosan, itt is van egy pár, az biztos. Ezek pedig már a díjkiosztó képei. Több korcsoportban és kategóriában hirdettek győztest a zsolcai versenyen. És mint korábban mondtam, Kinga vágya is teljesült. Korcsoportjában a dobogó legfelső fokára állhatott. A versenyzők egyébként elégedetten nyilatkoztak kameránk előtt a most debütáló zsolcai versenypályáról. Jól éreztem magam végig. Jó volt az idő, jó volt a pálya. Bicikli nyergéből nézve, mennyire volt idő megismerni Felső Zsolcát? Mi már tegnap megérkeztünk este, itt aludtunk, és sétáltunk egy fél órát, körülbelül ennyi, meg a bemelegítés során. Miért választja egy hölgy ezt a sportot? Apukám is kerékpározik, ő is itt volt a versenyen, és ennek a sportnak a jellegéből adódik azt, hogy függővé lehet válni, és én ezért választottam ezt. Mi lehet a cél, mi a következő verseny? Az időfutam nekem fekszik, így ezekre koncentrálok. Gyerekkoromban is az MVSC
keretein belül sportoltunk, és aztán munka miatt volt sok kihagyás, aztán megint újra elkezdtük a haverokkal nyomni a pedált, és most elég jó kis gárda összejött, és jól érezzük magunkat, sokat edzünk. Hála Istennek most megvan az eredménye, mert hát ugye most a Gyömrő is versenyem is jól sikerült, hála Istennek most ez is, úgyhogy jól érezzük magunkat, és nyomjuk tovább keményen. Erős volt itt a mezőny? Erős mezőny jött össze, tulajdonképpen ami az országos szintű versenyeken a gárda, az itt volt szinte mindenki, és hát oda kellett lépni a pedálnak, hogy ugye ezt az eredményt el tudjam érni. Szombaton térzene jelezte, megkezdődött a városnap, s míg a népzenészekből verbúvált együttes a Hősök terén muzsikált, kisvárosunk csendes szombat reggelét élte. Kivételt ez alól egyedül a Sportutcai faház jelentett, ahol az asztalok körül már a magyar-magyar asztali teniszbajnokság zajlott. Azt hiszem, hogy talán ez a legszebb az egészben, hiszen majdnem, hogy mondhatnánk, hogy testvértelepülés, de ha a határ másik oldalán is, de nagyon jó barátokkal és ugyancsak magyar érzéletű emberekkel ismerkedtünk meg a kiskövesdi pingpongosok személyében, és talán a legjobb az ebben a városnapban, hogy újra összejöhetünk, találkozhatunk, és tovább mélyíthetjük a barátságunkat. Jó barátok és nagyon jó sporttársak is, mi több, jó játékosok. Így van, valóban jó játékosok, hiszen ők ezt versenyszerűen űzik, még mi csak hobbi szinten, de ebben a közös játékban azt hiszem, hogy itt nincs különbség most itt a különböző szintekben, illetve a tehetségekben. A közös játék öröme is az, ami egy kicsit közelebb hoz minket egymáshoz. Mi már itt voltunk, ha azt hiszem, március vége fele, és azóta úgy látszik, hogy fejlődtek. Sokkal többet fejlődtek. Ők amatőr szinten játsszák az asztali teniszt. Mi elmondhatjuk magunkról, hogy profi szinten, mert igazolt játékosok vagyunk. Szlovákiában Kiskövesdő vagyunk. Van egy harmadik ligás csapatunk, az azt jelenti, hogy az belefoglalja a kassai kerületnek, a egész kassai kerületnek a csapatait. Van egy negyedik ligás csapatunk, az a Nagy Mihály járás, a Tőketerebesi járás és a Szolgránci járás csapataival játszunk, és van egy ötödik ligás csapatunk is, az pedig járási szinten a Tőketerebesi csapatoknak a bajnoksága. Igyekeztünk úgy összesorsolni a két csapatot, hogy a általuk képviselt profi szintből minden párosba, illetve egy páros kivételével mindegyikbe van egy. Tehát így kiegyenlítettebbek az erőviszonyok lényegesen, hogy élvezetesebbek így a mérkőzések, találkozók, a mi gyengeségeinket ők felhozzák, úgyhogy így szoros mérkőzéseket tudunk játszani. Lehet tanulni, lehet ellesni dolgokat? Ilyenkor lehet igazán tanulni, amikor olyanokkal játszik az ember, aki lényegesen jobb nála. Tehát ilyenkor lehet arra koncentrálni, hogy pörgetéseket ellesni, hogy ütik meg a labdákat, egyebeket. Ez a jó benne, hogy ők húzó emberek gyakorlatilag hozzánk képest. És míg a faházban a labda pattogott az asztalon, a sportpályán a kés aprította a zöldséget a bolgár kisebbség sátra alatt. A gasztronómiai bemutatón ezúttal is a jellegzetes kebabcsi és a feta sajtos saláta készült. A sátor másik végében pedig egy kis népművészeti bemutató várta az érdeklődőket. A lengyel kisebbségi önkormányzat sátra alatt is finom falatokat találtunk, sajt, kolbász és sütemény volt az asztalon, amelyekért már nem is kell Lengyelországig menni. Az igazi juh tejből készült sajt, az fenomenális. Kolbász az miben különbözik a magyar kolbásztól? Kevésbé fűszeresebb. Inkább a fehér kolbászuk az, ami, tehát paprikát nem igazán használnak. Lengyel-magyar két jó barát tartja a mondás, és hát ez a turizmusban is jelentkezik. Igen, természetesen, és hál' Istennek, hogy határainkat megnyitották, még könnyebben át tudunk jutni Lengyel-Honba. Főként mi inkább a déli területekre szoktunk kirándulgatni, úgymond, és a lengyel idegenforgalmi képviseletnek köszönhetően nagyon sok kiadványt tudtunk most kihozni, és bízom benne, hogy rengeteg érdeklődő lesz. Szeretik a magyarokat Lengyelországban, mint turistát? Abszolút, természetesen. Nem is vendégként fogadják, hanem testvérként. Okay.
egy másik sátor alatt egészségügyi szűrővizsgálatra is lehetőség volt. És akkor valójában teljesen személyre szabott kaputot kap az illető. A számítógépes tarbetét készítés iránt is sokan érdeklődtek. De még csábítóbb volt a gömöri ízek sátra, ahol kenyér és krumpli lángos készült. Krumpliból, lisztből, akkor kró, más nincsen benne. És úgy nyújtsuk el. Meg a sok éves tapasztalat, nem? Hát az is benne van, mert mondjuk kell hozzá a gyakorlat, mert nem mindegy, hogy milyen keményre csinálja az ember a tésztája. Mert például egy ilyen krumpli lángosnál 60 deka krumplihoz 35 deka liszt kell csak. És akkor olyan finom, gyenge a tésztája. Gáztűz helyben ott csak egy zárt helyen csinálja, de itt meg a szabad levegő, meg a, mit tudom én, a levegőnek a víze benne van. Idén nem volt légvár, és a vásári árusok is távol maradtak, a gyerekek azonban így sem maradtak szórakozási lehetőség nélkül. A miskolci és a diósgyőri tűzoltók jóvoltából bárki kipróbálhatta a 42 méter magasságig felérő tűzoltó létrát és a fűvön rögtönzött habpartit. Petrezselymes krumplival, reméljük, hogy jó fogják érezni, mert jó ízű lesz, és akkor jó fogják a vendégek érezni magukat. Ez a zsolcai polgáros sátor gasztronómiai kínálata. Az önkéntesek ezúttal dolgoztak is, és szórakoztak is. Ez egy rendkívül összetartó csapat, mert bármi rendezvény vagy összejövetel van, azért mi mindig ott vagyunk egymással, és akkor ahol kell segítünk, amit kell teszünk. Most is dolgoznak, és megfőznek is. Így van. Mindenhol bejáratoknál biztosítjuk a rendezvényeket, szedjük a belépőket, szétnézünk, nincs-e rendellenesség, és ilyen dolgok. Idén is együtt ünnepelhettünk városunk testvértelepüléseivel. A Vajdaságból, a Felvidékről és a Kárpátaljáról is delegációk érkeztek Felső-Zsolcára. A vendégek az Összetartozás Emlékpark alig pár hete felújított trianoni emlékművénél koszorúztak, ahol érzéseikről kérdeztük őket a Zsolca TV kamerája előtt. Megható érzés, mert hát végül is ugye, egy eldarabolt, szétdarabolt országrész jut mindig az embernek az eszébe. És hát most mindenki, aki az anyaországon kívülre került, meg kell, hogy vívja a mindennapi harcát, azért, hogy megmaradjon, anyanyelvét megőrizze. Rettentő nehéz feladat ez. És hogyha ez valamikor így maradt volna, biztos, hogy könnyebb lenne, jóval könnyebb lenne, még ha csak a gazdasági gondok sújtanának bennünket, az azért jóval elviselhetőbb lenne, mint hogy a kulturális és szellemi gondok is sújtanak bennünket, meg hát a politikáról meg ne beszéljünk. Örül a szívem, hogy még vannak olyan magyarok, akik a határon túli magyarokról nem feledkeztek meg, és érzik azt, hogy összetartozunk, bárhol élünk a világon. Magyar egy összetartó nép? Hát most mit mondjak a 2004-es szavazás után, nem tudok mit mondani, de még én mindig úgy érzem, hogy én azért ahány magyarral találkoztam, még mindegyiket testvéremnek szerettem és ismertem meg, úgyhogy remélem, hogy én optimista vagyok, és remélem, hogy nagyon sok jó magyar van a világon. Úgy gondolom, hogy ez még erősödni fog ez a kapcsolat, és tenni fogunk róla, hogy ez a magyarság összetartozása meglegyen, és még inkább virágozzon a jövőben is. A Délvidékről, Magyar Kanizsáról érkezett négy fős delegáció is koszorúzott az Összetartozás Emlékparkban, sőt, egy verssel is emlékeztek. Nem indultunk ilyen innen soha sehova. A földünket nem adtuk senkinek sem oda. Ugyanazok a csillagok ragyognak felettünk, ugyanaz a nap érleli kenyerünk, és mégis hazátlanok lettünk. Hosszú utunkon, ahol nem léptünk egyet sem, háborúkat nyertünk és vesztettünk.
pedig nem fogtunk fegyvert sem. Igaz árvaságunk bűnné változott. Árva kis népünk lett, így elátkozott. Reményünk él még a csillagok fényében, reményünk él még a kenyérnek ízében, hatalmasra nőtt a vágyainknak fája, álmainkban él még őseink hazája. Szeretünk hazánk, ha nem is létezel. Egyszer újra megszületsz. Szép. Nagyon szép. Ilyenkor érezzük azt, hogy széttagolódtunk, szétszakadtunk, szétszakítottak bennünket, de egyúttal ez egy pozitív, jó érzés is, amikor egy ilyen gyönyörű emlékművet koszorúzunk, amely arra mutat, arra utal, hogy mégis továbbra is együtt vagyunk, együvé tartozunk, egy nemzet vagyunk, és azt, amit a politika, a nagypolitika megtett, hogy szétszakított velünk, azt a szíveinkbe mégsem tudták elvégezni, tehát ez megmaradt és erősödött is talán. Úgy érzem, hogy az Unió, az Európai Unió az egyik fontos célja az, hogy a magyarságot összefogja, és ha Szerbia is csatlakozik ehhez a közösséghez, az Európai Unióhoz, a délvidék már valóban úgy kell, hogy érezze, és úgy fogja érezni, hogy teljes mértékben hozzátartozik ehhez az egységhez. A vajdasági magyarok keresik a kulturális és gazdasági kapcsolatokat is az anyaországgal. Ezért is érdekelte őket a Zsolcai Ipari Park, ahol az európai színvonalú gyártás technológiával ismerkedtek. A vezetés együttműködése mellett, a vezetők együttműködése mellett már konkrét területeken, itt például a tájékoztatás területén is a két médiaház, önkormányzathoz tartozó médiaház szorosan együttműködik, tehát ezt kell kiszélesíteni más területekre, a kultúrára, a sportra és a gazdaságra is. Ma itt meglátogattam a delegációnkkal a Profi nyilászáró Kft-t, egy nyilászárókat gyártó Kft-t, és el kell, hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy ez a látogatás nagyon hasznos volt a gazdasági együttműködés terén, mert ez a cég nyitott az felé, hogy a termékeit Szerbiában is értékesítse, és magyar kanizsa lenne az a pont, ahonnan ez az értékesítés történhetne. Én most, ha hazamegyek, természetesen a helyi kamarán keresztül, gazdasági kamarán keresztül felveszem a kapcsolatot a helyi vállalkozókkal, akik érdekeltek lehetnek ebben, és biztos vagyok benne, hogy már itt ezen az egy ponton egy gazdasági együttműködés is kialakulhat. Ez még szorosabbá válik természetesen, nem csak a gazdasági téren, hanem az egyéb területeken is, ha az az említett, áhított Európai Uniós csatlakozás egyszer megtörténik Szerbia részéről az Unió felé. A vízum eltörlés az már előbb reményeink szerint be fog következni, ebben az évben úgy érezzük, az év végén erre sor fog kerülni, tehát már ez sokat fog jelenteni nekünk, a polgártársaimnak Magyar Kanizsán és egyáltalán a délvidéken, tehát hogy gond nélkül bármikor átutazhatnak, átjöhetnek Magyarországra, és a rokoni, baráti, gazdasági és minden egyéb kapcsolataikat ápolhatják. Nem vagyok egy nagy unió rajongó, mert azt hiszem, hogy nem volt ez előkészítve rendesen. Tehát az Uniónak valahol valami sanda szándékai voltak velünk, hogy beverbúváltak bennünket az Unióba, és mi megint csak az Unióban is ugyanúgy szenvedünk, mint azelőtt. Tehát most már az Unióban harcolunk a jogainkért, próbálunk, de az Unió még egyelőre nem nőtt fel ahhoz, hogy ezeket a problémákat megértse. Gondolom én ezt én mondom, rettentő sokat gondolok, nem nőtt az föl oda, lehet, hogy gazdaságilag valahová eljutott, de szellemiekben, lelkiekben, de lehet, hogy nem is fog, ez nekik, a nagy résznek idegen marad.
A testvérvárosokból érkezett polgármesterek a protokoll szintjén túl is elismeréssel beszéltek a Felső-Zsolcán tapasztalt fejlődésről. Örülök is neki, hogy megmaradnak ezek a testvérvárosi kapcsolatok. De a mindennapjaink, gondolom, Felső-Zsolcának is elég zűrösek a gazdasági helyzetben. Királyhelmeznek ugyanúgy a mindennapjai, sajnos nem tudunk elég gyakran találkozni ahhoz, hogy valahogy kifejlesszük, valahogy mindennapibbá tegyük ezeket a kapcsolatokat. Hiányzik is ez, de reméljük, hogy valahogy egyszer majd csak odáig jutunk már ebben a században, ebben az új században, aminek nem régen léptük át a küszöbén, hogy ha valahol a gazdasági gondjaink kezdenek megoldódni, akkor többet tudunk majd találkozni. A városvezetők mindkét részen azon rengeteget futnak azért, hogy a úgynevezett kisvárosaikat, mindketten kisvárosok vagyunk, kisvárosaikat valahogy fönntartsák, és a polgárok a város megelégedésére dolgozzanak. Rettentő energiát elvesz pontosan az ilyen testvérvárosi kapcsolatoktól is, amik bővülhetnének. Ha az államok többet törődnének velünk, de azt hiszem, hogy az államok nem törődnek velünk. Egyik oldalon, a másik oldalon eleget. Én 3,5 éve vagyok polgármester Visken. Azóta azt tudom mondani, hogy jól működik ez a kapcsolat, és mi a községi tanács azon leszünk, hogy még szorosabb legyen a kapcsolat, és még többet tudjunk egymással találkozni, és közös terveket szőni. Miért fontosak ezek? Azért fontosak ezek, mert csak így tudunk felújulni, egy kicsit ihletet szerezni, megismerni a véleményét a felső-zsolcaiaknak, meríteni belőle, és valamit hozzátéve együttműködni. Én nagyon szívesen jövök ide, most vagyok itt másodszor, és már most látom, hogy fejlődik, és nagyon fejlődik a település. Mindig úgy érzem, hogy ez egy példa nekünk, tehát hogy hogyan fejlesszük a mi vidékünket, a délvidéket, a mi községünket, Magyarkanizsát, ami megkapít mindig a rendezettség, a zöld felületek, a parkok, a virágok nagy száma. Itt ez egy követendő példa valóban, mi is azt szeretnénk, hogy a mi városunk, a mi falvaink is ugyanígy nézzenek ki, mint Felső-Zsolca. Sportterén, kultúra terén, és itt személyes jó barátság is van a polgármester úr, az Bandi bácsi és már közöttünk is. Nagyon szeretünk ide járni, nagyon érezzük azt a szeretetet, ami egy ilyen kis falunak, mint a miénk, nagyon hiányzik. Aki ritkán jár itt, attól meg szoktam kérdezni, hogy lát-e fejlődést, változást Felső-Zsolcán? Ön mit látott? Hát én gyakran jövök, és én is látom ezt a fejlődést. Fantasztikus, ami itt végbe megyen. Tehát napról napra szinte változnak a dolgok, és jóra. Éppen mondtam a polgármester úrnak, hogy jöttünk a kocsival, hogy fantasztikus. Itt évről évre rengeteg minden változik. A sportterén meglévő kapcsolatok egyik jó példája a Királyhelmec öregfiúk mérkőzés. Elmondhatjuk azt, hogy a Királyhelmeccel körülbelül 20 éves oda visszavágó mérkőzéseket játszunk. A tavalyi év egy kicsit rosszul sikerült, mert a királyhelmeci mérkőzésen sajnos a játékvezető nem állt a helyzet magaslatán, és egy kicsit összeszólalkozott a két társaság, és úgy nézett ki, hogy ez a kapcsolat egy kicsit megsínli, de azért úrrá lettünk a helyzeten, és tényleg a királyhelmeci barátainkat egy-két embernek a szabálytalansága, illetve nem oda való viselkedése miatt nem fogjuk megszakítani, úgyhogy szeretnénk ezt a kapcsolatot természetesen tovább ápolni, és akkor ugyanúgy, ahogy eddig oda-vissza vágó mérkőzéseket játszani a Királyhelmeciekkel. Ez egy olyan eredmény Királyhelmeci Zsolca között, amit azt mondom, hogy ilyen nem is létezik tán városok között, hogy 20 éven tartsuk a kapcsolatot. És remélem, hogy ez további gyökerezni fog, és gondolom, hogy ez a barátság, amit kialakult közöttünk, ez nem mindennapi. Én szeretném, hogy ez megmaradna tovább, és hogy mondjam, még 20 évet adnák neki, hogy ez így maradjon.
Egyik csapattagunk, aki Hajdánál az MVSZ-nek a játékosa volt, a Kun Attila, aki nagyon jól védett az MVSZ-be, ma, illetve a közeli napokban tölti be a 60. életévét, amihez külön gratulál a csapat alintagja, és természetesen ajándékkal is kedveskedünk a részére. Én márciusban voltam 60, és én is ugyanezt kaptam, ezt a mezet, úgyhogy én örülök, hogy Attila, amikor itt kezdtem annak idején, és egy kiváló kapust ismertem meg benne, és a kapcsolatunk nem mindennapi, és kívánok neki a 60 éves születésnapja alkalmából sok erőt, egészséget, boldogságot, kitartást, és főleg jó egészséget. Fogad szeretettel ezt a... Ezt reméljük, hogy... Köszönöm. Majdnem elsírom magam, de nagyon megleptek a fiúk ezzel a kedves ajándékkal, és hát így úgy gondolom, hogy 60 évesen be is fejezem én ezt a sportot, mert már nem, az izületeim nem bírják. Úgyhogy vagy 5 percet még védek, de mindig ott leszek a fiúkkal, mert ugyanúgy kikísérem őket Helmecre, ugyanúgy ide kiállok, és ahogy tudok, segítek nekik. A barátságos labdarúgó mérkőzésen 2-1-re kikaptak a zsolcai öreg fiúk. A visszavágót ősszel Királyhelmecen játsszák majd. Szombat délután a sportpálya színpadán az AMK gálával vette kezdetét a Városnapok szabadtéri kulturális programsorozata. De Fehér Attila polgármester itt adta át a délelőtti sportversenyek nyertesének járó díjakat is. A zeneiskolások és az óvodások műsorára idén is sokan voltak kíváncsiak. A legkisebbek közül páran a zenére a nézőtéren is táncoltak. Hegyaljai Sándor bűvészt alig ha kell bemutatni a Zsolca TV nézőinek, hiszen a vidéki Haknik mellett műsorunk vendége is volt már. Az ügyeskezi bűvész ezúttal kreativitásáról is tanúbizonyságot tett, hiszen a színpadon most bemutatott bűvészmutatványokat ő maga találta ki. Nagy közönségnek nagy mutatványok, kis közönségnek kis mutatványok, tehát ha társaságban vagyok, akkor ugye a asztali bűvészet dominál, a más néven magyarul mikromágia, ugye? Ez azt jelenti, hogy ugye a szó is mutatja, mikro kis kellékek, kis közönségnek kis távolságból, ilyenek a kártyamutatványok, pénzes mutatványok, eltüntetünk egy-két érmét, fülből, szájból elővesszük, gyűrűvel, gyűszűvel, gyufával, tehát egészen pici dolgokkal, de nagyszerű mutatványokat be lehet mutatni, hétköznapi tárgyakkal, és a színpadi bűvészet az pedig ennek az ellentéte, tehát ott már minden nagyobban működik, nagyobb eszközökkel, rekvizitekkel, esetenként valaki partnernővel dolgozik, vagy néhogy Isten állatokkal, és ez már inkább az illúzió felé hajlik. Tehát amikor messze ül a közönség, meg színpadon, nagy távolságból, akkor mindig a látványos színpadi bűvészetnek van inkább sikere. Itt nagyrészt most saját mutatványokkal. Igen, iparkodom, tehát egy művész, meg azt hiszem a szórakoztatóipar bármely ágában dolgozó előadó művész számára fontos az, hogy olyan mutatványokat, vagy olyan produkciót nyújtson, amit mások még nem adtak elő, vagy a közönség másoktól nem láthatott, hiszen most arra semmi szükség nincs, hogy ha volt itt 3 bűvész elmúlt 5 évben, akkor én legyek a negyedik, aki ugyanazt a bűvész mutatványt bemutatja. Persze előadói mód, ami a bűvész a saját egyéniségét beleviszi a mutatványba, tehát egyedivé teszi, vagy ízesi, ez az a show, ugye a levest is sózzuk, a bűvész mutatványokat is megsózzuk, és lehet más, de én inkább azt hiszem, hogy tehát egyedi bűvész mutatványokkal lehet igazán talán mondjuk úgy, hogy sikert aratni, vagy legalábbis ez az, amit még nem láthattak más bűvész előadásában. Nem várok meg, nem állok soha sehol, a vérem
Felső-Zsolcán éltem körülbelül 25 évet, és csak azóta vagyok a város, a Miskolci város lakója, amióta lediplomáztam és a Miskolci Nemzeti Színház tagja lettem. És milyen érzés újra a zsolcai színpadon fellépni? Hát, mivel hazajöttem, ezért ez egy kicsit drukkos, izgalmas, hiszen az ember ilyenkor egy kicsit feszültebb, mert olyan embereknek kell műsort produkálni, akiket nagyon jól ismerek, és nagyon sok volt tanárom, ismerősöm, barátom van a nézők között, és itt van a nővérem is, úgyhogy kicsit izgulunk, de szerintem nem remek lesz. Épp azt figyeltem, hogy nagyon sokan megállították. Igen, így van, hiszen akikkel régen találkoztam már, és ismerem őket, hát természetes, hogy megállunk, és egy-két szót váltunk, ugye kérdeztek a gyermekemről is, és hát jó találkozni a régi tanárokkal. Mi lesz a mai repertoár? A mai repertoárban operettek, nosztalgiaságerek hangzanak el két kollégámmal, Kincses Károllyal és Jenei Gáborral. Az még a szívemben is hajlalodik, még el nem felejtem a csajkom, mert ez a húsz csak az én dolgám. Ácsi! Magsa Zoltán humorista fellépéséről a magyar szerzői jog furcsaságai miatt nem készíthettünk felvételt, így őt most csak fényképen tudjuk megmutatni, de a műsora és a hosszas dedikálás után szívesen állt kameránk elé. Még mindig humoros a magyar nemzet, hála jó Istennek, azt kell, hogy tapasztaljam. Most a falunapok, városnapok idejét éljük, úgyhogy egész júniusban járom ezeket a szabadtéri rendezvényeket, és olyan szinten nyugodtam meg, komolyan mondom, én annyira féltem, mert ugye a politikától kezdve mindenfajta borzasztó ipari meg egyéb mutatót nyomatnak ránk a televíziókból, hogy ez a szegény nép már így is hát a lelkét kidolgozza, és még mindig nem üt semmire, mert ugye nagy az elvonás, ez a probléma. De amikor azt veszem ezt, hogy bulizni kell, akkor bulizik. És hadd mondjak még valamit, főleg vidéken érzem ezt a könnyedebbséget, ahol meg elvileg jóval nagyobbak a problémák, mert egy cég van, ha az bedől, viszont látás. Pesten ezt a depressziót érzem jobban, ahol nagy a város, jobban félnek, lehet, hogy a politikai események hatására is, amik ugye ott zajlanak le, de vidéken jobban érzem ezt a méltóságot, hogy nagy szarba vagyunk, de lelássa a másik. És ez jó szerintem. A médiáról igen görbetükröt tartasz. Muszáj, mert én nem írom alá azt, hogy csak az az egy bizonyos réteg kapjon műsort a kereskedelmi csatornákon, amelyik gyűjtött 10 eurának annak idején. Én ezt azért eléggé sérelmezem a nép nevében is, mert ez a nép nem áll olyan szinten. Vannak, akik igen, de a többség az hál' Istennek nem. Ráadásul ez a nemzet gyári intelligenciával születik, tehát miért kell ledegradálni ennyire, hogy mindenfajta ilyen amerikai posványos vackot gátlás és válogatás nélkül megvesz egy csatorna és nyomatja. Mindenféle kontroll nélkül. Én komolyan mondom, ugye hát van egyik pártunknak az elmondott, hogy az RTL Klubot meg a TV2-t azonnal bezárná, a hatalomra kerülné. Én nem akarom ezt ennyire sarkítani, mert itt tulajdonképpen megint csak egy rétegről van szó, de hogy az a műszaki zár kulturális értelemben nyugat felé fönnmaradhatott volna, én ezt állítom. Egy olyan tiszta, lelkes, jó ízlésű, csodálatos kultúrájú nép vagyunk, hogy miért kell ránk erőltetni ezt az amerikai szemetet, nem tudom, hiszen az orosz szemetet kaptuk, most az amerikai szemetet, nem lehet, hogy egy kicsit magyarok legyünk, egy csodálatos nemzeti örökséggel, kultúrával, dallamvilággal, hagyd ne soroljam, ez furcsa számomra, úgyhogy osztom rendesen a médiát. Rá kellett jönnöm, hogy ahhoz, hogy celeb lehessek, túl sok osztályt végeztem, úgyhogy így már ez a veszély nem fenyeget, de tényleg nem gondoltam volna, hogy sik lesz egy idő után a homoszexualitás, sik lesz a bazmegelés, nyilvánosan bocsánatot kérek érte, de ez megy, akkor olyan dolgokkal való hivalkodás, amit inkább szégyelleni kéne, most itt nem a homoszexualitás gondolom, hanem az egyéb agyi és stb. Megnyilvánulásokat, akkor sik lesz visszaélni dolgokkal, kijátszani embereket, és ezt bátran vállalni tévébe, vagy ha ez sik lesz egy Mokka című műsorba bemondani, hogy egy szexuális aktust mennyire vállal egy hölgy, egyszerűen megdöbbentő, és a lakosság többsége is ugyanilyen döbbenten nézi a képernyőt, hogy mi történik, mi van, te jó Isten! Mi a titkod? Én úgy érzem, hogy továbbra is őszinte vagyok, vállom önmagamat, vállom a véleményemet, és szigorúan, politikamentesen, nagyon-nagyon finoman próbálok nevelni, de ez tényleg idézőjelben tessenek érteni, mert nem az a kitűzött célom, hogy én itt megmondom a jót, meg a tutit, meg szó sincs erről, hanem van például olyan része a műsoromnak, ami most időhiányában nem került bele, ami koleszterinről szól, egy 20 perces monológ gyakorlatilag, hogy nem egészen értem azt, hogy miért vagyunk életveszélyben a magas koleszterin miatt, egyáltalán miért magas a koleszterin, mikor a nagyapámnak két végleg háborút végigcsinált 56-ot, és még a nagyanyám is ott volt, mint legfőbb
rizikófaktor, eszébe nem jutott a koleszterint csinálni, mert megnéztem volna Béla bácsit, a parasztembert, akkor neki állt volna méregteleníteni vagy norbizni. Szóval én állítom, hogy ezek mind így dőlnek el fejbe, hogy az ember mit választ, a rákot-e vagy az egészséget, és ez csak ezen múlik, hogy itt mi van. Ugye ismerős, ő Lojzi, avagy német Alajos, a Bikini Együttes alapítója. Nekem ez egy marha nagy élmény, hogy itt lehetek újra, mert 1976-77-ben a Török Ádámmal voltam itt először. Utána a Dinamittal is jártunk itt sokat, és hogy ezt a változást megélhetem, hogy egy ilyen sportcsarnokban, ilyen környezetben tudunk beszélgetni, ezt mondjuk akkor nem gondoltam volna. Egyáltalán nem gondoltam semmit a jövőről, de most azt mondom, hogy van remény. Mi a népszerűség titka 27 év után is? Ez a kérdés ez több helyen elhangzik, és mindig zavarba hoz a válasz. Azért hoz zavarba a válasz, hogy milyen receptet kérsz most tőlem. Mit mondjak, hogy húzdek a só, egy kis cukor, meg mit tudom én, mit kell hozzátenni, hogy ez működjön. Szerintem csak annyi kell hozzá, hogy mindenki azt tegye, amihez ért, és úgy csinálja, ahogy kell. Tehát nem mellé beszélünk, hanem álljunk ki, és akkor csináljuk azt maximálisan jól. És nagyon furcsa lenne, furi lenne, ha most kihagynám azoknak az embereknek a nevét, akiknek ez a sikerhez nagyon nagy köze van. Tehát azoknak a szövegíróknak a nevét, mit tudom én, Dévényi Ádám, Nagy Feró, Katona Laci, akik a lelküket adták, nem mondom, hogy apró pénzért, hanem odaadták nekem barátságért. Kocsmák mélyén, füstös kocsmák fenekén, hosszú vitatkozások után kiízza dalszövegekkel, hogy ez az legyen, amit ma Bikininek hívunk. Ehhez nekik nagyon sok közük van. Ez 4-5 ember, és azt gondolom, hogy a magyar szellemi élet elitje. Már keveset beszélünk róluk, mert nem politikusok, csak egyszerű művészek. Egyszer megkérdezték Paul McCartneyt már, hogy klasszikust idézek, hogy mi a siker. És Paul McCartney azt mondta, hogy a megfelelő zenét, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő közönségnek el kell játszani, és az a siker. A titok az, hogy mi a megfelelő. Én azt hiszem, hogy a Bikini dalokban rejlik valahol a titok. Olyan gondolatok vannak, olyan eszmeiség van benne, egyrészt, ami generációk múlva is ugyanazt jelenti egy következő generációnak. És ugyanakkor a zene az pedig dinamikusan fejlődik állandóan, tehát nem állt le egy 1988-as szinten, hanem ez mindig aktuális és mindig a legmodernebb. Sokan mondták azt is, hogy politikai áthallások is vannak a szövegben. Politizáltatok valaha? Hát figyelj, de ez nem politikai áthallás, mi megéljük a hétköznapokat, ugyanúgy, hogy te, ő vagy bárki más, és megénekeljük azt, amit megélünk. Hát persze, hogy ebben van mindenki, aki dalt ír, vagy tollat fog a kezébe, azt írja meg, ami van körülötte, vagy ahogy megéli a világot. Mi így éljük meg, és azt gondolom, hogy ez így teljesen oké. Megírjuk azt, amit megélünk, és utána az utolsó lemeznek a sikere és az utolsó lemeznek az átütő ereje pontosan az október 23-ai eseményeknek tudható be, amit én nem tudtam feldolgozni a mai napig, és aztán most sem fogok feldolgozni. Mondjuk még egy lemez nem ér meg, de egyet megért, az Őrzöm a lángokat, és ez nagyon messzire húzta a Bikini jelenét. Pont annyira, de jó, hogy most itt vagytok is, elmondhatom, nemrég játszottunk a Zöldpardonba Budapesten, szakadó jégesén volt, és ültünk a Szeparéba, a váróhelyiségbe, hogy lesz-e koncert, vagy nem lesz. Hát nyilvánvalóan úgy mondtuk, hogy biztos, hogy nem lesz, annyira esett, ekkora jég darabok estek az égből. És képzeljétek el, akkora teltház volt, hogy elképesztő. És bőrigázott fiatalok, de tényleg bőrigázott fiatalok végigvárták, és mondta az érintésvédelem, hogy nem lehet a bulit megtartani, és mi ragaszkodtunk hozzá, hogy megcsináljuk a rendezvényt. És még hálásabb volt a közönség, és komolyan aznap éjszaka alig aludtam, mert ennyi szeretetre éhes embert, és ennyi jól kinéző bikinis rajongót még soha nem láttam együtt, mint akkor aznap este. Tehát megrázó, hogy ma hova jut egy őszinte üzenet, a sok hazugság mellett, hogyha te tényleg el tudod mondani, hogy Uramisten, mibe keveredtél velünk, a ruhánk szakad le rólunk, nem a szégyenünk, ennek ők azért jobban örülnek, mint hogyha kapnak ingyen egy kiló kenyeret. Mire vagy a legbüszkébb? Hát most például arra, hogy itt lehetek veletek, és beszélgetünk olyan dolgokról, amit máshol nem mondanék el, és nem akarom elmondani, és hogy így néz ki egy sportcsarnok 20 vagy 30 év után, miután ugye először jártam itt, és azt meg kell állapítsam, hogy van remény.
A sportpályán kora délután kezdték el szerelni a tűzijáték pirotechnikai eszközeit. A tűzmester látványos bemutatót ígért. Most már lassan 10. alkalommal vagyunk Felsőzsolcán a Városnapon. Sagma Pirotech Kft. Miskolcról. Most is teljesen új összeállítással érkeztünk, mint a korábbi években is. Tehát itt két egyforma tűzijátékot eddig nem láttak a nézők. Egy különleges kezdéssel indulunk, egy mozsaras tűzcsöves nagy látványelemmel, ami megadja majd a tűzijátéknak a kezdő hangját. Ezután nyilván nagyon változatos tűzijátéktelepekkel, olyan eszközökkel, amit szeret a közönség nézni, ilyenek a fűszfás eszközök, ilyenek a nagy hanghatású eszközök, és természetesen a nagy kaliberű tűzijátékbombák. Menet közben megsózzuk egy-két különlegességgel, ami ismételten csak fokozza majd egy picit a látványt. Vasárnap a dalos találkozóval folytatódtak a felsőzsolcai városnapi ünnepségek. A már hagyományosnak mondható ünnepséget a felsőzsolcai férfi kórus nyitotta meg.
De vendégekben sem volt hiány, és érkeztek is szép számmal határainkon innen és túlról is. A napfelkelte népdalkör például Homrokdról. Körülbelül 60 éves hagyománya van a kórus éneklésnek Homrokdon. Ez a népdalkör a régi csoportból jött létre, amit még a görögkatolikus esperes úr alapított, és az egyik öregek napjára műsort adtak, és akkor így alakult meg, és a következő években pedig egyre több fiatal csatlakozott hozzá, illetve az idősebbek elmaradoztak a kórusból. A hagyományozás a célunk, bár Homrognak nincsen kifejezetten népzenei öröksége, de próbáljuk a Borsodabói-Zemplén megyei, illetve a felvidéki népdalokat ápolni, valamint azért kikitekintünk az ország más részeire is, és valóban van egy új tagunk, ő a volt tanítványom, mivel én tanítónő vagyok egyébként, meg énektanár is, és ez a kislány most 6. osztályos lesz, majd általános iskolás, és mivel az édesanyja is kórustag, egyébként nem homrogdi, hanem tomoriak ők, mert körzeti iskola van nálunk. A kislány is csatlakozott hozzánk, mert nagyon szereti a zenét, tanult is zenét művészeti iskola keretein belül, és ezért énekelő is velünk, mert nagyon szereti a népzenét is. Orosz Gábor, a felsőzsolcai férfi kórus vezetője több produkcióban is szerepelt, hiszen az éneklés mellett a különböző népi hangszerek használata sem idegen tőle. Népzenészként minden közel áll a szívemhez, ami a népzenével kapcsolatos, tehát jól megfér egymás mellett a citerai és a citerazenekar és a népdalköri munka, hiszen ugye a népdalkör mellett is sokszor kíséretet ad a citera. Régi paraszti hangszerünk, amivel bálokat végig játszottak, tehát Nem lehet különbséget tenni, mind a kettő egyformán fontos. De vissza a vendégekhez, a Ne felejtsd népdalkör tájáról érkezett. Ezek olyan népdalok általában, amik országosan nem ismertek, viszont határainkon túl igen. Ezek általában a felvidéki Magyarországról, Erdélyből összeszedett népdalok, és azt hiszem, hogy túlnyomó részt a közönségnek nagyon tetszenek, úgyhogy azért kerültek bele a műsorunkba. Természetesen a felsőzsolcai Rozmaring népdalkör zárta a találkozót, akik vezetője sajnos nem tudott jelen lenni. Két borsodi csokrot adunk elő, mind a kettő eléggé nehéz és nívós a dal. Belőle az egyik csokorral majd fogunk egy versenyre, fogunk vele indulni egy versenyre, hát szeretnénk ott minél magasabb szintet elérni, illetve egy gyönyörű szint elérni az aranyfokozatot. Tavaly mi voltunk az elsők, mint házigazdák, a vegyeskar, tehát Rozmaring vegyeskar, a férfiak voltak az utolsók. Most megfordítottuk, hát az illem így diktálja. Természetesen persze, hogy izgulunk, hát hogy izgulunk, mert lassan belefáradnak már a sok gyönyörű dalokba. Hát remélem, amilyen is hangzatos lesz, nagyon szép lesz. Amellett, hogy még egyszer mondtam, nagyon nehéz népdalcsokorról van szó, kettőről is. Közeledett a vasárnapi programsorozat vége, így megkértük Fehér Attila polgármestert, hogy néhány mondatban foglalja össze az eddigi eseményeket, a 12. felsőzsolcai városnapokat. Vidámsággal indult a városnapok első, illetve városnapok programjai. Az első rendezvény ugye számomra is kicsit meglepő felvezetéssel készült, illetve hát a művész úr is egy vidám alkatú és természetű ember. Nem csak a képei sugallják azt, illetve tükrözik azt, hanem az ő egyénisége. A zsolcai városnapokhoz mindig tartozik valamilyen sportrendezvény, ez azt gondolom már hagyomány, ebben az évben is volt ilyen. A legrégibb múltra visszatekintő, a Király Helmes és a zsolcai öregfiúk összecsapása, 92 óta mindig találkoznak. A helmeciek albumot vezetnek fotókkal, szöveggel, természetes kommentárral, és hát ez már szinte kihagyhatatlanak tűnik, habár az idén a tavalyi valami kis affér kapcsán, mintha mozgott volna a léc, ilyen információ voltak, de aztán végül is jó színvonalú mérkőzést láttunk, illetve a barátság az tovább tart és folytatódik, reméljük sokáig. Ami, ez ugye szombati napon volt tegnap, ami első alkalommal került megrendezés, az pedig a kerékpáros egyéni váltóbajnokság, ami első alkalommal került itt megrendezés a Felsőzsolcán. Látok itt tanárokat, tanítókat, tehát
az AMK dolgozói is megmozdultak erre, elég sok nyugdíjas látni, meg hát különböző ugye népdali. Már egyszer már meglepődtünk, vagy máskor is meglepődtünk már, hogy valószínű itt jobban is látni egyébként itt a rendezvények házába, hogy mennyi és milyen összetétel érdeklődő van, de szerintem ilyen színvonalas műsorokra mindig is lesz. Hát nem is a nagy tömegbe, de mindig lesz annyi igény, hogy nem maguknak, nem csak maguknak énekelnek a kórusok. Ugye hátra van még a városnapja, ami hát inkább egy hivatalos aktus. Én összességében úgy gondolom, hogy rendkívül, és ha vessenek meg, hogyha, mert hát elfogult vagyok nyilván, de ezt mi leigazolták a külföldről, vagy innen a határon belül jött látogatók is, hogy egy nagyon színvonalas, rendben lezajló és rendezett körülmények között megszervezett programok voltak, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy nem azért mondom, mert hát most jól esik az embert, vagy a kollégáit dicsérik, de jól is esik természetesen, hogyha visszaigazolják azt a munkát, a munkának az értékét, eredményét, amit elvégzett, amiben elég sok pénzt és energiát belefetszoltunk. Ezt azért látszott, hogy ha kevés udvariasság van benne, de szerintem őszintén mondják, hogy a rendezvények szépen jó szervezettek, megfelelő millióban, és hát ezt elmondták a városra is, hogy hát ugye most már virágzanak a kiültetett egynyáriak is, és hát a gyepek is viszonylag jó állapotban és jó karban vannak, szépek az emlékműveink, hát úgy gondolom, hogy ez a munka hosszú távon mindenképpen meghozza az eredményét. A Zsolca TV mai adásának ezzel a végére értünk. A műsor ismétléseinek időpontját megtalálják képújság oldalainkon. Jövő heti adásunkban ismét részletes és hosszabb összefoglalót láthatnak a július 1-i városnapi ünnepi testület ülésről, ahol a kitüntető címeket is átadták. Friss híreket az országról és a világról, benne pedig Felső Zsolcáról, televíziónk internetes weboldalán a www.zsolcatv.hu-n olvashatnak. A műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!